Középpont. Aktuális közéleti és hitéleti hírek Magyarországról és a nagyvilágról. Elemzések, vélemények, valóságértelmezés. Középpont. A mindennapokról szólunk, nem mindennapi módon. Hétfőtől péntekig, 10-től délig itt a Hit Rádióban. Középpont. Iránytű a pólusok között. Szeretettel köszöntöm a Középpont hallgatóit, és különös szeretettel a vendégeimet, Pogrányi Lovas Miklóst, a 21. század intézet vezető kutatóját. Szerbusz Miklós! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! Illetve Pécsi Tibor, történész, történelem tanárt. Szerbusz Tibor! Szerbusz Kati, én is üdvözlöm Miklóst is, és a hallgatókat is. Legutóbb jól elpolemizáltunk azon, hogy vajon mennyire jogos és helyén való használni a nácizást, fasistázást különböző helyzetekre, amik úgymond valakinek nem tetszenek, és hát kiderült, hogy elég komoly zavarok keletkeztek ezen a téren. Ugyanakkor a többi szót is, a többi kifejezést, fogalmat is nagy örömmel használják ma azok, akik azt gondolják, hogy békeidőben is lehet háborús retorikát alkalmazni, és a propaganda is egy ilyen kifejezés, amit nyilván azok, akik nem azt akarják hallani, amit a másik mond, azt rögtön lepropagandázzák, ugyanakkor a propaganda valóban zajlik. És szeretnénk most ebben a beszélgetésben ezt a kettőt egy kicsit elválasztani, hogy mi az, ami valóban zajlik, és mi az, amire csak úgy rámondják, hogy azért ne kerüljön ki a figyelmünknek a látóteréből az, hogy itt valami tényleg van. Tehát nyilván akkor kezdhetünk ugyanúgy, mint a legutóbb, hogy mi is ez a propaganda. Melyikőtök szeretnék kezdeni? Történelmi. Miklós szeretné. Miklós. Jó, rendben van, akkor kezdem én. Ha egy jelenségnek a megértésére törekszünk, akkor előfordul, hogy a szónak az etimológiáját vizsgáljuk meg, tehát az eredetét. Jelen esetben ez nem sokat segít nekünk. Egyébként a propagare, ugye a latin kifejezés azt jelenti, hogy terjeszteni, illetve szaporítani. Inkább kultúrtörténeti jelentősége van, de mégis megemlítem, hogy 15. Gergely pápa 1622. júniusában adott ki egy bullát, az volt a címe, hogy Inscrutabili Divine. Ebben megalapította a Sacra Congregatio de Propaganda Fide nevű szervezetet, amelyik más néven a mai napig létezik. Ennek a feladata volt a hitnek a terjesztése. Ez egy tipikus ellenreformációs intézmény volt, és azért tartottam mégis ezt említésre méltó történelmi ténynek, mert a liberálisok ezt szokták a propaganda feltalálásaként megjelölni, ami nyilvánvalóan egy teljes képtelenség. Ennek több oka van. Először is, ha a céltudatos politikai kommunikációt propagandának tekintjük, akkor az semmiképp sem innentől datálódik, hogy csak egy teljesen közismert példát mondjak, Machiavellitől a fejedelem az egy jó 100 évvel korábban jelent meg. De hogyha esetleg bátorkodunk Európán kívülre figyelni, akkor azért azt mindenképp megemlíteném, hogy Kautiliának az Arthashastra című műve Krisztus előtti 3. századból származik, és a 20. század elején már ismert volt. Tehát a szisztematikus, átgondolt projektszer, illetve politikai kommunikáció az nem az ellenreformációval kezdődik, hanem korábbi. De én ezt a értelmezést nem tartom elfogadhatónak. Én azt mondom, hogy propagandának tekintsük azt, ami a tömegkommunikációra épül. Mert a tömegkommunikációnak se híre, se halma nem volt a 17. század elején, hanem ez a 19. századtól fejlődött ki fokozatosan, és a mai értelembe vett propaganda a 20. század elején jelenik meg. Általában vagy a nácikkal, vagy a kommunistákkal szokták azonosítani, de ez egy másik eléggé közkeletű tévedés. Az első világháborús amerikai politikai belföldi kommunikáció az volt az első vérprofi propaganda. Ez a sokak által imádott Wilson elnöknek a segítségével, vagyis hogy az ő kérésére és bátorítására valósult meg, hiszen bele akarta rángatni az amerikaiakat az első világháborúba. Ezzel kapcsolatban tisztelettel ajánlom John Goldberg Liberál fasizmus című könyvét, amelyet a 20. században... Igen, én nagyon szeretek könyveket ajánlani. A könyveken keresztül
ismerem meg és értem meg a világot, ugye szerencsétlen bölcsészként nekem ez nagyon be van csípődve. És a liberál fasizmus az egy, hát őszintén szóval egy rosszul megírt fontos könyv. Nagyon bőbeszédű, nagyon szószátjár struktúrálatlan, viszont olyan dolgokat mond ki, amelyek Magyarországon alig ismertek, és ezzel a könyvvel váltak először ismerté, vagy ez nyitotta meg az utat, hogy megismerkedhessünk. Ugye 2012-es könyv, 20. század intézet adta ki, az alcíme az, hogy a baloldal rejtett története Mussolini-től napjai. Ez szuper fontos könyv, ezt szeretném aláhúzni háromszor, nagyon jó, hogy lefordították magyarra. De a Wilsoni propaganda még mindig egy ártatlan kis móka volt ahhoz a professzionális struktúrához képest, amit a szovjet titkos szolgálat épített ki az 1920-as évektől kezdődve. A lokális sajátosságokra épülő, célcsoportokra specifikált, szisztematikus dezinformálás, az egy Willy Münzenberg nevű szervező zseninek a nevéhez kötődik. Ő Türingiában született 1889-ben, és Franciaországban halt meg 1940-ben, tisztázatlan körülmények között, de már a német előretörés idején. Azért nem lehet tudni, hogy miért haltak pontosan, az biztos, hogy akasztás által halt meg, de minden oka meg volt rá, hogy öngyilkos legyen, ugyanis három titkos szolgálat üldözte, és nem lehet tudni, hogy jól érték, vagy pedig ő ment elébe annak, hogy elkapják. Az ő története egy olyan könyvben van leírva, amit az előző adásban már ajánlottam, és most is szeretném megemlíteni, itt Stephen Cocknak a Kettős szerepben című könyvére utalnék ismét, ami 2014-ben jelent meg. Szerintem ez a könyv, ez minden közélet iránt érdeklődő embernek a polcán ott kell, hogy legyen. Én most lenném még meg, ameddig kapható. 7 évvel ezelőtti kiadás, tehát nem biztos, hogy sokáig be lehet szerezni. Nekem még magas Mitmári ajánlotta olvasmányként a doktoriskolában. Sőt, bocsánat, kötelezővé tette az elolvasását, én vagyok az, aki itt nem csak ajánlva. De én meg nagyon nagy szívem. Úgyhogy... De akkor ez azt jelenti, hogy a propaganda az itt szépen végig kísérte az emberi történelmet, és gyakorlatilag most még nem tudjuk, inkább negatív az előjele, de akár pozitív is lehet, vagy akár semleges is lehet? Én azt mondanám, hogy a politikai kommunikáció végig kíséri az emberiség történelmét, de a propaganda az tisztán 20. századi jelenség. Én emellett érvelem. Tibor, te mit gondolsz erről? Mindenképpen egyetértek abban a Miklóssal, hogy végigkíséri az emberiség történelmét a propaganda, és abban is, hogy ez a 20. században lett nagyon profi. Ugyanakkor azért ne felejtsük el azt sem, hogy minden emberi közlésnek van szándéka és célja, tehát bármiféle beszéd bárki szájából elhangzik, amikor egymással beszélgetünk és vitatkozunk, eszmét cserélünk, akár jelen esetben is, az nyilvánvalóan valami fajta mögöttes szándékot feltételez, nyilván a másiknak a meggyőzését. Például most a mi hallgatóinkat elsősorban arról, hogy mi okosak vagyunk, szépek vagyunk, és nagyon jól irányt fogunk nekik mutatni ebben a témában. Tehát ez a propagára jelentése? Ez részben jelen van, így van, tehát van egy szándékunk, és van egy közlési mód. És van egy érdek is, tehát az, hogy hát főleg az, hogy okosnak látszunk természetesen. De most félretéve a humort, bár szerintem nem szabad félretenni, az biztos, hogy a 19. század közepe azért hoz ebben egy nagy változást, hogy kialakulhasson az, amit Miklós kiválóan leírt és bemutatott az elmúlt percekben. Azért hoz egy nagy változást, mert megváltozik a társadalomnak a felépítése. Ugye gyakorlatilag a kezdeti időktől, most felejtsük el a történelemnek a marxista szemléletét, hogy mindenki egyenlő volt, és utána jöttek a csúnya rabszolgatartók és az elnyomott rabszolgák, és így tovább az osztályharcok története. Tehát az emberi történelem alapvetően felülről vezérelt volt, és mindig volt valaki, aki a saját legitimációs szándékát kifejezte közlésekben, és az általa befolyásolt embereket egy vélt vagy valós ellenséggel szemben
megpróbálta mozgósítani. Tulajdonképpen ez az emberiség története, az államok történetének a lényege, hogy az uralkodó megpróbálja magát elfogadtatni, és ennek érdekében vagy van, vagy kitalál egy valós ellenséget, vagy egy elképzelt ellenséget, aki miatt ő rá szükség van tulajdonképpen. Viszont a 19. században ez az egyébként rendkívül hierarchikus emberi berendezkedés, legalábbis most maradjunk egyenlőre a nyugat-európai, és illetve az európai kultúrkörben, bár ez a hierarchikus berendezkedés igaz a európai kultúrkör perifériáján is, akár Ázsiában, akár Afrikában létrejövő vagy létező társadalmakra, hiszen a törzsfőnökök és a vezetők és a császárok és a sogunok uralma az egyértelmű volt, de minden esetre, amit én ebből szeretnék mondani, ez azt jelenti, hogy ez a hierarchikus társadalom kezd felbomlani a 19. században, és létrejön egyfajta atomizált társadalom, amikor ez a hagyományos rendi leosztás elkezd felbomlani, egy kavargó kísérleti teleppé válnak az államok, már abból a szempontból, hogy keresi az emberek többsége a helyét abban, hogy hogyan és mit tegyen, és hát ebben az időben születnek meg tulajdonképpen a politikai pártok, amelyek a 19. század közepétől a végéig inkább csak ilyen szalonpártok és a klubokra emlékeztetnek, és csak a választásokkor szólítják meg az embereket, egyébként pedig nem kívánnak velük foglalkozni, de a 19. század vége, 20. század eleje megszüli a tömegpártokat, ilyenek például a szocialista, különböző szocialista pártok, különböző nemzeti pártok, és tulajdonképpen ezek a tömegpártok már ahhoz, hogy növeljék a bázisukat, egyszerűsített mondani valóval közölnek üzeneteket, és ugye mi sem egyszerűbb annál, mint hogy az ember csinál egy plakátot, vagy egy jó jelszót, vagy később egy rövid filmet, vagy ma egy Facebook bejegyzést, vagy Twitter üzenetet, tehát leegyszerűsítik a tulajdonképpen a politikai kommunikáció is, és ez lesz tulajdonképpen hát az, amikor a legitimációt és az ellenséggel szembeni ellenállást terjeszteni már nagyon egyszerű üzenetekkel próbálják meg a politikusok, és ugye a tömegek befolyásolása a fő cél, hiszen bekerülnek a választójog kiszélesítésével a tömegek a politikai döntéshozatalba, egyébként ez a mai napig így van, és hát ezeket a tömegeket nyilvánvalóan az egyes politikai vezetők, vagy kisebb vezetői csoportok megpróbálják a maguk céljaira használni, és ezt már 1895-ben Gustave Le Bon a Tömegek lélektana című könyvében elemzi tulajdonképpen, hogy a tömeget hogyan lehet megszólítani, és milyen válaszokat ad a tömeg a jól irányzott megszólításra, és ez a könyv azért is alapkönyv, mert amiről Miklós beszélt az imént, és ugye még a nácikat csak említette vékonyan, tehát ez tulajdonképpen alapművévé válik a későbbi úgynevezett totalitárius diktatúrák kommunikációs és propaganda szakembereinek, köztük ugye Joseph Goebbels-et említeném meg, Hitler propaganda miniszterét, és tulajdonképpen három kulcskifejezéshez köthető Le Bon szerint a politikai propaganda, hogy legyen egy vezérszó, amivel meg lehet szólítani az embereket, mondjuk, nem is tudom, melyik oldal vezényszavát mondjam most ki, tehát egyiket se, tehát mondjuk az, hogy veszélyben a haza, ez egy ilyen most még értéksemleges.
kell egy gesztus, de mi ott állunk a gáton, és az ellenséget vissza fogjuk szorítani, ha támogattok minket, és hát bizony része ennek a megtévesztés is, mert gyakran a haza ellenségei, vagy az adott politikai konstelláció ellenségei nem a valós ellenségek, hanem azok, amelyet a hatalmi elit félre akar tenni. Tehát tulajdonképpen a modern propaganda születése, én azt gondolom, nagyon egyetértve a Miklós szavaival, az ahhoz köthető, hogy a tömegeket kell valamilyen irányba befolyásolni, hogy egy adott célt, egy szűk elit célját követni tudják. Igen, hát az irányítás egy úgynevezett tömegnek, az mindig benne volt a történelemben, hiszen a királyoknak is ez célja volt, tehát valamilyen módon vezetni kell. Talán ott, ahol ez elcsúszik, hogy mennyire megtévesztő, és mennyire egyszerűen csak célszerű, hogy valóban a tömeg, aki ugye eleve egy kicsit, az is egy külön műsort megérne, hogy miért nevezzük magunkat tömegnek, hiszen alapvetően azért mégiscsak egyénekből állunk, de hát sok embert kell egyszerre megszólítani, inkább így fogalmaznék. Hogyha ez egyszerű, akkor meg lehet érteni. Mikor kezd az egyszerűség ilyen nagyon negatív jelűvé válni, és összekeverhető-e az egyszerűség a propagandával? Lehet-e egyenlőség elett tenni bármelyik fokon? Miklós, te mit gondolsz? Az egyszerű kommunikáció semmiképpen sem azonosítható a propagandával, a kettő azért nem azonos egymással. Viszont arra rácsatlakoznék, amit Tibor mondott, Le Bon munkássága valóban úttörő ebben, és egyébként nekem személy szerint nagyon nagy élmény volt ez a könyv is, amikor először olvastam, de ami nagyon fontos volt Tibor mondatában, hogy a propagandát mindig a diktatúrákkal szoktuk összekapcsolni, pedig pont, hogy a demokrácia, a tömegdemokrácia térnyerése idézte elő a propaganda szükségességét. Ugyanis a lakosság tudatát a hatalomnak egy kézben kellett tartania. Miért? Hát azért, mert nemzeti egységet kellett teremteni. A háborút nem lehetett félbehagyni a közvélemény esetleges változása miatt. A nemzeti szocialisták pontosan ebből a tapasztalatból merítették, látták azt, hogy először is megtapasztalták, hogy a háborút nem csak a fronton lehet elveszíteni, hanem hátországból is. Ezt a hibát nem akarták még egyszer elkövetni. Másodszor látták azt, hogy a marxisták mennyire profik, és ezért elkezdték őket másolni. Tehát a propaganda és a háború a szoros összefüggésben áll egymással, de nem a diktatúrával. Sokkal inkább a tömegdemokráciához van köze. Az, hogy a propaganda nyelvezete egyszerű, az vagy igaz, vagy nem. Többnyire egyébként a tények ezt alátámasztják. De ha megnézzük, hogy ez a mai posztmodern propaganda milyen, akkor azt látjuk, hogy ez teljesen másfajta. Hát itt ez azért milyen fajta? Hát először értsük meg, hogy milyen a klasszikus propaganda. Az embereket be kellett győzni hatékonyan arról, hogy egy irányban álljanak a vágyai, és ugyanazt akarják. Ehhez tétet kellett adni a politikának, hiszen senki nem fog apait, anyait beleadni egy pártprogramért, de ha a haza végveszélyben valahogy Tibor mondja, akkor már igen. De ez akár igaz is lehet, tehát nyilván. Hát persze, hogy igaz lehet, sőt, hát háborúban végveszélyben van a haza, tehát ebben semmi túlzás nincs. Az a kérdés inkább, hogy békeidőben mi szükség van propagandára. Abszolút szükség van rá olyankor is, ezt a tények igazolják. A propagandának a sikere, a mindenkori propagandának, bármilyennek, az attól függ, hogy a befogadó környezetben milyen előítéletek gyökeresedtek meg. Milyen attitűddel rendelkeznek a választók. A jelenlegi progresszív propaganda ezért még nem kellően hatékony. Na persze sokkal hatékonyabb, mint amilyennek én személy szerint örülnék, de ez a helyzet várhatóan sokkal rosszabb lesz, és az ő propagandájuk hatékonysága javulni fog. És jelenleg még abban a fázisban vannak, amikor éppen létrehozzák azokat az előítéleteket, amelyekre alapozva később már egy új politikát lehet végezni. Most ez a társaság, amelyiknek a legismertebb arca Soros György, legismertebb arca, de nem az egyetlen arca, kitűzte a célt, a világgal meg kell gyűlöltetni a heteroszexuális fehér férfiakat, főleg ha azok keresztények. Az eszközrendszernek fontos részét képezi a kulturális szféra, ezt vegyük észre.
az oktatási, illetve a tudományos intézmények teljes bőzerővel építik azokat a karriervonalakat, akik ezeket a szándékokat majd legitimálni fogják a tudomány nevében. Ez jól látható. Főleg a szociológusokra kell figyelni, azokra, akik egyetértőleg beszélnek olyan jelenségekről, mint strukturális rasszizmus, toxikus maszkulinitás, heteronormativitás, mert az ehhez hasonló. Ez egy nagyon jól körülhatárolható kör. Itt egy nyelvi háború zajlik. Úgyhogy azt is láthatjuk, hogy azért itt eléggé más a stílus, mint korábban. Mert a Harold Laswell, ugye ő volt az a szociológus, aki elsőként reflektált tudomásom szerint szisztematikusan a propaganda jelenségére. Ugye 27-ben jelentette meg a Propaganda Technique in the World War című könyvét, tehát propaganda technikák a világháborúban. Ugye 27-es könyv, akkor még csak egy világháború volt, ezért ez a címe. Akkor ő négy felé osztotta föl a propagandának az irányait. Tehát ő úgy ítélte meg, hogy a brit propaganda volt szerintem a legjobb az első világháborúban, aminek négy iránya volt. Az első a saját közönség, a második a szövetségesek, a harmadik a semleges országok, és a negyedik volt az ellenség. A saját közönség ugye úgy néz ki, hogy a lakosságot kellett az ellenségről nem tájékoztatni, hanem képet építeni neki, a lehető leggonoszabb meg bemutatva az ellenséget, tehát sátáni dimenzióba helyezni. A szövetségesekről ellenben pozitív képet kellett kialakítani. A harcoló alakulatoknak elég volt csak az ellenségről beszélni, és azt mondani, hogy az ellenség nagyon-nagyon veszélyes, de azért legyőzhető, úgyhogy előre. A szövetségeseknek küldött üzenetek is nagyon fontosak voltak, hiszen a közös fenyegetésre kellett felhívni a figyelmet. A hadicélokon felül pedig a közös érdekeket és közös értékeket hangsúlyozták. A szövetségesekről semmilyen kedvezőtlen hír nem jelenhetett meg. Az Egyesült Államokban ez nagyon brutálisan visszaütött a második világháború után, ugyanis a fasiszta államok voltak úgymond a fő ellenség, tehát a nemzeti szocialista Németország és az ő szövetségesei. A Szovjetunióról pedig hosszú éveken át gyakorlatilag semmi rosszat nem mondtak, és ennek következtében az akkori kommunikációs mező teljes mértékben uralta a náci ellenes propaganda, és a Szovjetunióval kapcsolatban alapvető információkat nem voltak a birtokában. Úgyhogy 1944-ben a Szovjetunió már réges-rég a hidegháborúra készült, elszigetelte a nyugati diplomatákat a szovjet lakosságtól, és nyomás alá helyezte őket, az Egyesült Államokban pedig kifejezetten szovjet barát hangulat alakult. Ezzel kapcsolatban egy George Frost Cannonnek az emlékiratait érdemes olvasgatni. Na most, ami a semleges országokat illeti, az nagyon érdekes, ott ugye szituáció függően kellett az üzeneteket kialakítani, mert ha volt esélye annak, hogy valaki szövetségessé válik, akkor ott a harcnak a dicsőségességére és fontosságára helyezték a hangsúlyt, amennyiben inkább az volt a valószínűsíthető, hogy ellenségé válik, akkor meg a háború borzalmait ecsetették. Az ellenséget pedig két okból támadta a propaganda, egyfelől ugye demoralizálni kellett, hogy elmenjen az önbizalmuk és a harci kedvük, másfelől pedig dezinformálni kellett őket, máshol is más csinálunk, mint ami a valóság. Most ebben a struktúrában a posztmodern korban, tehát a 60-as évektől kezdődően jelentős változás állt be. Itt egy Jacques Ellul nevű francia szociológusnak a munkásságára hívnám fel a figyelmet. Jacques Ellul, ő egy baloldali francia szociológus volt. Ő, az ő szavaiból indulunk ki, akkor a progresszív agenda, az per definíció nem politikai propaganda. Ugyanis ő úgy fogalmaz, hogy a nyomás gyakorló csoportot befolyásoló technikákat alkalmazott azért, hogy a saját szempontjai szerint megváltoztassák a közönség viselkedését. Mi más a progresszív propaganda, hanem ez. Sőt, azt mondom, hogy kifejezetten az agitpropnak a műfajába tartozik. Mert előző szerint az agitációs propaganda, felolvasom, valamilyen cselekvésre akarja rávenni a közönséget, például valamilyen berendezkedés megváltoztatására, megdöntésére, ezért ez a konfliktus helyzetek szembenállás propagandája. A progresszív kommunikáció az per definíció nem kimeríti ezeket a kritériumokat. Igen, és ez azért nagyon fontos, hogy elérkeztünk erre a pontra, mert ahogy itt most végigvezetted, Miklós, látszik, hogy mi, akik, és tényleg beszéljünk Európáról, és hát most mi, meg különösen Kelet-Európa, Nyugat-Európa viszonylatában próbáljuk ezt értelmezni, hiszen itt élünk,
hogy mi azt gondoltuk, hogy a diktatúrának, mégpedig a mi diktatúránknak, az egykori épülő szocializmusnak volt ez a fegyvere, mivel ezzel ellentétben Nyugat-Európában a teljes vélemény és szólásszabadság és mindenféle befolyásolás nélküli szabad vélemény formálásra voltak berendezkedve az emberek. Most ez nyilván egyszerűen ebből is kiderül, hogy ez nem igaz. És akkor most változik a helyzet, most pedig változik a felállás, a szereplők. Hirtelen ugye az ellenségből lesz barát, a barátból ellenség, a szövetségesből lesz egy ilyen meggyőzendő terület, akik hát nem is tudjuk pontosan, hogy ki kivel van, és ez ebből emelkedik ki egy olyan sajtó hangnem, ami Nyugat-Európában egy picit zavarba ejt minket, mert azt tapasztaljuk, hogy jé, hát amit leírnak, az nem feltétlenül igaz. Mi pedig azt hittük, hogy a szabadság az ott van, és ott leírhatják azt, ami az igazság. Tibor, te mennyire követed ezt figyelemmel, hogy most ebben a posztmodernben, a posztmodernben ez hogyan is állt? Nyilván a második világháborúval foglalkozol nagyon sokat, de hát az utána következő időszak az felborította ezt a egyensúlyt, hogy itt a rabság, ott a szabadság. Ma már ezt ugye nem tudjuk így értelmezni. Hát először még visszatérnék, ha megengeditek, a Le Bonnak egy gondolatára. Ő azt mondta a tömeglélektanáról, amikor beszélt, hogy minden individuum, minden ember rendelkezik morális értékrenddel, viszont a tömeg nem rendelkezik ilyennel. Tehát a tömeg az már, ha meg van győzve valamiről, akkor akár agresszívvá is tud válni annak a célnak az elérésében, amiről meg lett győzve. Ugye itt az egyik szerintem mindenki által ismert novella Karintinak a Barabás című novellája, amikor ugye leírja Jézusnak az elítélését, és amikor Pilátus azt kérdezi, ugye, hogy elengedje, kitengedjen el a Jézust vagy a Barabást, akkor ugye a tömeg Barabást kiált, ezt hallja Pilátus, ezt hallja mindenki, de egyénileg mindenki Jézust kiált. Tehát más hangja van az egyénnek, és más hangja van a tömegnek. És ezért fejt ki egy szűk elit. Szerintem a propagandát azt mindig egy szűk elit használja, az nem egy tömegjelenség. Egy szűk elitnek van egy terve, igenis van egy mesterterve, ha úgy tetszik. Egy nagyon jogosat említett a Miklós, aminek a jelentőségét látjuk, hogy a fehér heteró férfit, aki még keresztény is, tényleg elkívánja törölni, és ugye vannak olyan magyar baloldali politikusok, akinek ennek hangot is adtak, cserébe azért, hogy megválasztották őket polgármesternek, ezek a bizonyára voltak köztük fehér heteró keresztény férfiak is, de most ebben nem menjünk bele, tehát ez mutatja a szűk elitnek a valóságtól való teljes elszakadását, ezt gondolom, és a valóságot akarják a saját tervükhöz szapni, és ugye valóban bennünk egy diktatúra alatt, a kommunista diktatúra alatt az az illúzió élt, hogy Nyugat-Európában a szólás, a sajtószabadság, a vallásszabadság érvényesül, és azt gondolom, hogy ez talán így is volt sokáig, még a rendszerváltozás után is, vagy az Európához való csatlakozásunk először csak lelkületben, aztán pedig ugye 2004-től politikai jogi konstelláció keretében is. Elején ez talán még így volt, bár azt gondolom, hogy sok embernek, aki megtanult olvasni a sorok között a kommunizmus alatt, nem voltak annyira illúziói, mint a tömegnek. Igen, azért itt csak egy zárójel, hogy valóban azért nyugaton addig is, ahogy a Miklós is leírta, zajlott a propaganda, egy előítélet, gyártás. Tehát ők azért, ha ehhez képest szabadabban is írhattak, mégis rólunk, Kelet-Európáról kialakult egy olyan kép, amit viszont már lehet propagandának nevezni, hiszen előítéleteket gyártott, és ez azért megjelent addig is. Én azt gondolom, hogy a fő konfliktus most talán az a
Kelet-Európa bizonyos országaival kapcsolatban, ugye Lengyelország, Magyarország kap hideget, meleget jelenleg a nyugati sajtónak minden formájában. Ez részben abból van, hogy szerintem nem vette át még ez a két ország szolgai módon azokat az irányelveket, amelyek a nyugati sajtóban, médiában, oktatásban nagyon fontos, már teljesen megértek, hiszen az a generáció, akik a 60-as években nőttek fel, az úgynevezett 68-asok, ezek ma Európa döntéshozói minden területen. Gondoljuk csak a Vörös Denire, ugye Daniel Cohn-Benditre, aki ma az európai, vagy ha ma nem is, de a 2000-es évek első évtizedének a végén az Európai Unió Európa Parlamentben a szabadsághűsként osztotta az akkor megválasztott, vagy újra megválasztott jelenlegi magyar miniszterelnököt, miközben olyan elveket kért, vagy kérnek számon Magyarországon, amelyek egyébként nyugaton sem működnek. Tehát amikor... Egyébként ez az egész számonkérés rendszer, ez innen datálódhat, nem? Hogy ott itt volt úgymond diktatúra, ott volt szabadság, és azóta is akarnak oktatni minket. Részben olyan datálódik, de ugye itt azért szülőként ülünk, azt hiszem, és a hallgatók között is van rengeteg szülő, tehát én azt gondolom, hogy nem szeretném azt a szülői szerepet játszani, hogy a felnövő és gondolkodó önálló gyermekemet kézi vezérléssel akarjam megmondani, hogy ő hogy gondolkozzon dolgokról. Én azt gondolom, hogy minden normális szülő örül, ha felnő a gyerek. Na most itt a kommunista rendszer összeomlása után a kelet-európai ex-kommunista országok gyerekként kerültek kapcsolatba a nyugatba, én úgy gondolom, de azóta felnőttek és kialakítottak önálló véleményeket, és amivel ma bombázzák például Magyarországot is, azok olyan dolgok, kérnek számon egy egyébként felnőtt, felelős szerintem társadalmon, ami nem működik. Tehát ezért propaganda, mert nyugaton sem működik. Hát amikor arról beszélnek, hogy itt korrupció van, hát ne haragudjunk már, nyugaton erről még soha nem hallottak. Hát az olasz kormányok például úgy buknak meg a korrupció miatt, vagy úgy ültetik le a francia politikusokat a börtönbe, meg Németországban is ez jelen van, hogy Magyarországon ehhez képest... Összerről ne is beszéljünk. Tehát az egy másik történet természetesen. Akkor sajtószabadságot számon kérni? Hát Németországban, és most nagyon durvát fogok mondani, nincsen sajtószabadság. Ha valaki más véleményt fogalmaz meg, akkor azt azonnal kirekezték, azonnal kidobják, azonnal perifériára szorul. Például az Udo Ulf Kotte, nemrég elhunyt német újságíró, aki például magyarul is megjelent a könyve, a megvásárolt újságírók, hát például ő nagyon jól leírja ezt a jelenséget, hogy mindenféle juttatásokkal el van érve az, vagy pedig burkolt fenyegetésekkel, hogy egy hangnemet játszon a zenekar. De ugye, ha már itt egy ilyen kényes témához érünk, ugye itt a Miklós említette az LMBTQ mozgalomnak az előretörését korábban, hát ugye, aki nem ért egyet ezzel a mozgalommal, azt nagyon komolyan lenácizzák ma, hiszen tudjuk, hogy valóban a nácik az árja homoszexuálisokat koncentrációs táborokba küldték, és voltak közülük, akik ott életüket is vesztették, körülbelül 1600-an, és akkor ezért, mivel a nácik nem kedvelték a német árja homoszexuálisokat, elnézést, ezért most akkor bárki, aki ezt mondja, náci. De hát ezzel az erővel akkor bocsánat, Miklós, ezt még hadd fejezzem be, ne haragudj, aztán átadom a szót. De ezzel az erővel akkor a zöld mozgalom is náci,
tehát a zöldek, akik most lehet, hogy kancellát fognak adni Németországnak, hiszen a nácik elkötelezett környezetvédők voltak, és zöld mozgalom alapítói között nagyon sok volt, náci volt. Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy ez a kettős mérce működik a propagandában, ami van, és ezt akarják terjeszteni, és meg akarnak minket, felelős magyar állampolgárokat tömegével győzni arról, hogy idióták vagyunk, ha nem olyanokat választunk meg, akiket ők elképzelnek Magyarország vezetőinek. És átadom Miklós a szót, köszönöm a türelmet. Bocsánat, hogy a szabadba vágtam az előtt, csak nem bírtam magamban tartani, hogy mennyire rettenetesen kínos az, hogy a Che Guevara, ő kétségkívül, ő tényleg homofób volt. Tehát azok, akik az ő arcát a pólójukon viselik, fogalmuk sincsen arról, hogy egy tömeggyilkosnak a fényképével mászkálnak, aki üldözte a melegeket. Úgyhogy ez egy... Hát ez a nagy baloldalnak a nagy hőse, és gyakorlatilag ellen megváltója. Igen, úgyhogy a nácizásról ennyit körülbelül, a kettőnek semmi köze nincsen egymáshoz. Arról nem is beszélve, hogy a rohamosztag, ugye az SA, az gyakorlatilag egy meleg közösség volt annak idején. Tehát az konkrétan erre a logikára épült, hogy oda a melegek hozták be a sajátjaikat. Tehát hogy az egy önálló meleg hálózat volt a náci struktúrán belül, amivel aztán az SS leszámolt. De az egy fejlemény volt, tehát a szervezet organikus fejlődéséhez az ő jelenlétük az hozzátartott teljes mértékben. De akkor ebben egyek szerint a nagy értelmezésben, hogy mi náci, mi propaganda, azért benne van az is, hogy itt akkor mindenki ellen lesz. Ez egy ilyen nagyon furcsa háború lesz. Utólag mindenki azt handabandázik, amit akar. Sajnos a sajtó az elbírja a felületes kommunikációt és a kevenyészetlen odakent érveléseket. Viszont én visszakanyarodnék még ehhez a baloldali francia szociológushoz, Jacques Ellulhöz, akinek van egy nagyon-nagyon fontos megállapítása. Ugye 1945-ben ledobják az első atombombákat. A világosra válik, hogy háborúnak a kirobbantása az rettenetesen kockázatos. És ezért értékelődik fel a politikán kívüli intézményrendszer, az egész kulturális szféra, beleértve a tudományosat, és felértékelődik a politikai kommunikáció is. Az sosem volt lényegtelen, mindig fontos volt, de egy idő után már az erőszakot kellett, hogy helyettesítse, ahogy előfogalmaz. Mondhatták úgy is, hogy a háború folytatása más eszközökkel propaganda. Én nem véletlen, hogy mostanában nyílt háborúk helyett, tehát állam és állam közötti háborúk helyett sokkal inkább szavargásokat, balhékat, tüntetéseket, demonstrációkat látunk, Occupy ez, Occupy az. Mi a 21. század intézetben ezt úgy mondjuk, a színes forradalmak. Most ezeket tervezik. És ennek a propagandának nagyon fontos része az, ami a klasszikus propagandához is hozzátartozik. Először is semmilyen eszközről nem mond le. Másodszor ugyanazt az üzenetet továbbítja minden létező platformon keresztül. Nem véletlenül, hogy árad ránk ez mindenhol. Aztán a propaganda, az LMBTQ, BLM, cancel culture, ezek mind pontosan ugyanúgy viselkednek, nem tűrnek ellentmondást. Azt mondják, hogy aki nincs velünk, az ellenünk. A tudományt, különösen a humán tudományokat teljesen átitatják. Átírják a történelmet úgy, hogy az emberiség egész addigi története az ő előtörténetükké válik. Nem véletlen, hogy a... Ez se csak a diktatúráknak a sajátja. De nem ám, hát láthatjuk most is, hogy ez fontosan úgy történik, mint korábban is. Ugye ennek iskola példája, hogy Bolány Annát egy fekete színésznő játsza most. De teljesen egyértelmű, hogy ez miről szól. A propagandának mindig egyenletesnek kell lenni. Egyetlen másodperce sem szabad, hogy az egyén dezinformáció nélkül maradjon, mert akkor a végén még elkezd gondolkodni. Ezért ömlik ez ránk 0-24 órában. Ugye, ha emlékszünk rá, hogy a Pride annak idején egy napos volt. Aztán kitalálták, hogy legyen olyan, hogy Pride hét, most pedig már Pride hónap van, de az érzékenyítés az év 365 napjában
Tehát már nem lehet róla szabadon véleményünk, ez akkor a propagandának végül is a célja. Akár csak mi ezt tévesen a diktatúrával azonosítottuk, miközben ennek ugyanannyi köze van a diktatúrához, mint a történelemnek. Tehát a történelemben vannak diktatúrák, és vannak demokratikus részek. Persze, hát a demokrácia termelte ki ezt a jelenséget, teljesen. Mondja, Tibor. Szerintem nyugodtan azonosíthatjuk a diktatúrával ezt a fajta propagandát, mert ez is egy diktatúra. Attól, mert vannak több pártok, meg színes, meg szivárványszín, meg mindenki részt vehet benne, úgy érzi, ettől ez egy szűk elitnek a diktatúrájáról szól, ez az egész új program. Egyébként én is azt gondolom, amit nagyon jó, hogy a Miklós mondta, hogy aki uralja a történelmet, mondták a előttünk levő nagyok, mint például Adolf Hitler, az uralja a jövőt is. Tehát aki a történelmet meg tudja határozni, hogy mi volt, és erről szól egyébként valóban ez az előtörténelem harc, ne felejtsük el, hogy a kommunisták is kreáltak egy új előtörténetet, ez volt az osztályharcok története, ami nem a hetedik. Nem a hetedik B-ben kezdődött, ugye, hanem a rabszolgatartók és aztán a nemesek jobbágyok, a kapitalista tőkések és a szegény munkások, és ez pontosan arról szólt, hogy be lehessen bizonyítani azt, hogy erőszakkal, puccsal, a demokrácia minden szabályát felrúgva át lehet venni a hatalmat, és azokat a csoportokat, akiket ebben a propaganda történelemben negatívnak és a fejlődés útjában állónak láttak, ezeket a csoportokat fizikailag is meg lehessen semmisíteni. És ezt csinálták a kommunisták is, ezt csinálták a nácik is, és ezt csinálja jelenleg az a csoport, aki ezt a kulturális és háborút vívja tulajdonképpen a világ ellen, csak ezt nem mondják ki, mert ma a tolerancia álarca mögé bújva zajlik ez a dolog, de meg kell nézni a két dolgot akkor, amikor egy diktatúrát fel akarunk fedezni. Az egyik dolog az, hogy a tolerancia mindenki felé tolerancia, mert vannak olyanok, akiknek nincsenek olyan jogaik, és ma már látjuk ezekben a kulturális forradalomtól és a zavargásoktól sújtott elsősorban nyugati államokban és az Egyesült Államokban, hogy nincs már mindenkinek ugyanolyan joga, a másik pedig vannak-e olyan csoportok, amelyek kritizálhatatlanok, amelyekre nem mondhatok semmit, negatívat, mert azonnal nácinak, fasisztának vagyok kikiáltva, és ha vannak ilyen csoportok, akkor nagyon jól tudhatjuk, hogy ezek a megkérdőjelezhetetlen létezésű és a véleményükben ex-katedra kinyilatkoztató csoportok diktatúrára törnek. És ezért a propaganda, tulajdonképpen az ilyesfajta modern propaganda, akkor is a diktatúrának az eszköze, amikor nem látjuk még a diktatúrát, csak lopakodik a diktatúra. Miklós, akik kutatjátok ezt a területet, mennyire kell arra odafigyelni, hogy mondjuk nyilván nem olvasunk annyi nyugati sajtót, és ez nem is várható el senkitől, mindenki olvassa a saját sajtóját, de ugye mi be vagyunk ágyazva egy Európai Unióba, és ahogy mind a ketten utaltatok rá, a helyi választóknak az ítéletét, meg választását akarja az fölülírni, amit most a Tibor is leírt, hogy a tolerancia erre már nem terjed ki, hogy olyas valakit lehessen választani, akit ők nem tartanak beillőnek. Mit lehet ezzel kezdeni, hogy lehet ezt kutatni, és hogy lehet ezt a magyar közönséggel megismertetni ennek az eredményét? Borzasztó egyszerű, arra kell rámutatni, hogy egy gyarmatosító mentalitás áll el mögött az egész mögött. A Békés Mártonnak van egy nagyon jó eszéje, amit nemrég fordítottak le angol nyelvre, az a címe, hogy mi benszülöttek. Ez a kommentár folyóiratban jelent meg tavaly, ott volt az eredeti megjelenés, és a Hungarian Conservative közölte le a fordítását most az induló számában. Ez az írás, ez tökéletesen megvilágítja azt, hogy hogyan működik a nyugati gyarmatosító logika. Röviden úgy lehet mondani, hogy mi vagyunk a nyugat új keretje. Igen,
De hát még nem is tudtunk igazán nyugodt lenni. Igen, de hát azt be kell látni, hogy az a nyugat, amelyiket mi a vasfüggönyön keresztül néztünk évtizedekig, az már nem létezik. Tehát mi közép-európaiak vagyunk a hordozói annak, amit Európában igazából szeretünk. Úgyhogy mi vagyunk a tartaléka Európának. Igen, hát nem tudom, Tibor, te mit mondasz, hogy lehet ezt egy kicsit világosabbá tenni, mert az, talán mi készpénznek vesszük azt, hogy mi egy kicsit jobban értünk a propagandához, hiszen sokáig volt részünk benne, gyakorlatilag ezt adjuk tovább a gyerekeinknek is, hogy elolvasnak egy hírt, akkor arról lehet beszélni, nem nyeljük be rögtön, nem is ezt tanítjuk a gyerekeinknek sem, mert nem ehhez vagyunk hozzászokva. Nyilván ez el lehet altatni az embereknek a figyelmét azzal, amit mi is innen láttunk a vasfüggönyön innen, hogy ott szabadságban, de valószínűleg ők magukról is így gondolták, hogy ők szabadságban vannak. Tehát ez a készség nem fejlődött ki, itt élesedni fog ez, vagy jobb, hogyha erről a fegyvernemről tájékozódunk ezen az oldalon is, a másikon is, és akkor még lehet egyenlíteni. Hát az én azt tenném ehhez hozzá, megoldást nyilván nem kínálok, de az ember sokszor beszélget egyfelől olyan emberekkel, akik Nyugat-Európában élnek effektíve, magyarokkal, nem magyarokkal, és nagyon soknál kiderül, hogy egyébként ők nem fújják ugyanazokat a szólamokat, amelyeket a sajtójuk vagy a politikusaik fújnak. És ez pedig azért van, mert gyakorlatilag őket szerintem a jóléttel kivették abból, hogy politikát csináljanak, és felemeljék a szavukat. Vannak ezek a kis alkuk, amik megvoltak Kádár János alatt is Magyarországon, hogy lehet vikendelek, zsiguli, trabant, 5 évente el lehet utazni, vagy 3 évente is akár már, meg 3-60 a kenyér, de akkor légy szíves, maradjál csendbe, törődjél bele a dolgokba. Én egyrésztről ezt látom, hogy az emberek többsége nem ért egyet azzal, ami zajlik ebben a propagandában, de közben pedig tudatosan ki is vonult a politika csinálásból ilyen módon, és például ezért nem látunk olyan forradalmakat, mint ami mondjuk a Black Lives Matter, meg a többi ilyesfajta általam rasszistának ítél, de hát a nevükben is benne van, szervezet csinál. Antirasszista, rasszista. Igen, igen, tehát ez az, amit, hogy egy klasszikus Kossuth Díjas Nagy Ferót idézzek, ez a tégy a gyűlölet ellen, te rohadék, tudod. Tehát, na mindegy, tehát az a lényeg, hogy szerintem nem ért a társadalmuk, nyugati társadalmak többsége ezzel egyet, és a másik pedig, amit, hogy mi elmondjuk a gyerekeinknek a dolgokat, így is van, de a gyerekeink, a mai fiatal generációk jelentős része közösségi médiából tájékozódik, és ez a új diktatúra, nevezzük így, mi is találjunk egy ilyen nevet, ez az új diktatúra, ezt még nem tudjuk, hogy írjuk körül, mert mégiscsak politikailag korrektek vagyunk. Tehát ez az új diktatúra, ez a közösségi médiát kiválóan használja arra, hogy generációs szakadékot hozzon létre, és tulajdonképpen én azt látom, hogy az, ami lezajlott a 60-as években Nyugat-Európában, többek között a hippi ellenkultúrával, ez zajlik most Magyarországon egy sokkal modernebb technológiával, egy generációs szembefordítás. Nem véletlen az sem, hogy a politikusi generációk szembe vannak fordítva itt Magyarországon, és jóképű, szimpatikus embereket próbálnak a hatalmon lévő rossz képűekkel szembeállítani, például Magyarországon, megint csak olyan állításokkal, amelyeknek semmi köze nincs egyébként a valósághoz, mert, és engedtessék meg, legfeljebb majd kivágjátok az adásból egy aktuál politikai megjegyzés, én nem hiszek abba, hogy 1% részesedett jól az elmúlt 11 néhány évből, én azt gondolom, hogy minden ember tudott részesedni ennek az elmúlt 11 néhány évnek a jó dolgaiból,
aki ezt akarta, nagyon sokan természetesen nem, de én nem vagyok ellene annak, hogy egy munkára, családra épülő társadalmi berendezkedés és kedvezmények szülessenek meg, és én, mint pedagógus, akiről már ugye a reformkorban megmondták, hogy mi vagyunk a nemzet napszámosai, és nagyon sokáig ezt minden oktatáspolitikai tárca így is gondolta, hogy ennek így kell maradni. Én azt gondolom, hogy például, és ez nem választási kortes beszéd, csak az én véleményem, például most a pedagógusoknak sokkal rendezettebb az anyagi lehetőségei helyzete szerintem, mint volt 12-3 éve. A másik, családapa is vagyok, és úgy látom, hogy aki dolgozik és vállal gyermekeket, azoknak sokkal több a lehetősége, mint szintén 12-13 év alatt. És egyébként, ha még úgy érezném is, de nem érzem úgy, hogy igaza van ennek az új diktatórikus gondolkodásnak, ne felejtsük el, ha már ők liberálisoknak, szabad elvűeknek mondják magukat, a klasszikus liberalizmus az, hogy az embereket nem lehet jobbá tenni az akaratuk ellenére. És ezért, ha én nem akarok bizonyos gondolkodásmódokban megváltozni, akkor tessék engem békén hagyni ilyen földhöz ragadt, csökölt, zöld fejűnek, amilyen vagyok, és ne tessék engem erőszakkal, és ha lehet a gyermekeimet sem meggyőzni olyan dolgokról, amelyeket én nem értek helyesnek, legfeljebb én nem leszek olyan boldog, mint amilyenek azok, akik ennek az új ideológiáknak teljességgel hisznek. Hát ezt gondoltam én. Ezzel teljesen le is írtad a propaganda irányultságát. Már nagyon kevés időnk van, de szeretnék azért egy záró gondolatot Miklóstól is hallani. Nyilván gondolsz te is erről valamit. Igen, nagyon jól esett hallani ezeket a pozitív gondolatokat a végén Tibortól. Maximálisan egyetértek az elhangzottakkal, és rácsatlakoznék. Ugyanis szerintem nem lehet az elmondott problémák ellen úgy küzdeni, hogy felpanaszoljuk a világot úgy általában véve, hogy rosszul működik. Azokat az elveket, amelyeket vallunk, azokat meg kell valósítanunk a saját életünkben, ki pedagógusként, ki családapaként, ki mind a kettőként egyszerre, és akkor valóban jobbá tesszük a világot. De ha csak ülünk a képernyő előtt, pufogunk, hogy hát megőrült ez a világ, akkor az nem fog sehová sem vezetni. Viszont, hogyha ez termékenyítőleg hat ránk, akkor el tudjuk kerülni azt, hogy ez a sok negatív információ, ami ömlik ránk, az pótcselekvésekre ragadjon bennünket. Az a fontos, hogy ez munkára ösztönözzön bennünket. A fiatalok a családalapításra ösztönözze, akinek van családja, az pedig arra, hogy na, akkor bevállalok még egy gyereket, hogy bátor leszek. Akkor tudom a világot szebbé és jobbá tenni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhatom a életfilozófiámat röviden. Igen, ez fontos, mert miért csak azok mondhatják el, akik panaszkodnak, és miért nem lehet fölvenni a versenyt a propagandával, és hangoztatni azt, hogy nekünk van saját véleményünk, és azt nem félünk használni. És nagyon köszönöm, hogy ti is így gondoltok. Nem, bocsánat, nem félünk terjeszteni, ugye?